Az szerintem az a lényeg, elhívtuk önöket ide, hogy bemutassuk első kézből azt, hogy az autóbuszállásokat felújítsuk, szóval a területen az idén 25 autóbuszállomás lesz, vagy 20 autóbuszállomás lesz felújítva a Sarkaváros területén, az önkormányzat területén. Az, ami évekig lett itt ígérve a polgároknak, hogy ekkor fogjuk, hogy akkor fogjuk, hogy így fogjuk, hogy úgy fogjuk, az idén megvalósul. Október 15-ig 20 autóbuszállomás lesz átadva a polgároknak, ezek felújított autóbuszállomások sokkal szebbek, rendezettebbek. És ami számomra, amit elmondtam, problématikus az az, hogy az átadott hangot, hónapban szeretnénk azt is rendezni, hogy pontosan megállapítsuk, hogy melyik közvallat az illetőt, és az összemelet állapot az autóbuszállomásokról, és az autóbuszállomásokat tisztában tartsa és tisztában legyenek, rendezettek legyen közvallat. Azt gondolom, hogy ez is egy olyan pontja a tevékenységünknek arra vonatkozóan, hogy javítsuk a kinézetét, a város kinézetét, az autóbuszállomásnak kinézetét, illetve valójában a környezetünket. Remélem, hogy és biztos vagyok benne abban, hogy a következő évben is folytassuk ezt a programot. A Városépítési Igazgatósággal közösen szerintem 2015-ben, 2016-ban fel fogjuk üteni az összes autóbuszállomást, és ez a város az autóbuszállomásai teljesen másképp fogunk kinézni. Ezt tartom, amit fontosnak szeretnék elmondani, és valójában az a lényeg, hogy azt mondom, hogy ígértünk, azt meg is csinálni, hogy és mit is mondjuk. Igen, el kell mondjam azt is, hogy nem csak a városon vannak a buszállomások, vagy az autóbuszállomások felújítva, hanem a külvárosi településekben körülbelül nézzük, hogy a fele, a körülbelül majdnem fele 10 buszállomás a külteri településeken, 10 pedig a városban, tehát próbálunk úgy odafigyelni, hogy egyforma jelentőséget adjunk a városi buszállomások felújításának, és szintén a külvárosi, vagy külteri településeken buszállomások felújításának. Mi az legyen, hogy a külteri települések mindig a sor végén vannak, vagy ők kerülnek utoljára sorra, vagy ők egyáltalán a tájékozódásban. Hát igen, azt szeretném mondani, hogy amit lássák itt, ez az egyik a négy típusú közül, amelyiket telepítjük a városi, külvárosi településeket. Ez mind attól, annak a függvényében van, hogy mennyi hely áll rendelkezésre egy ilyen buszállomásnak az építésére. Van, amelyiknél két pad van, valamelyiknél sajnos nincs pad, ugye, mert nem a hely nem engedtene. Amit mondtam, hogy már ösztönös ennek a lokáció, az autóbuszállomás lokációt közvállalati szájtási közvállalattal egyeztettük, jövőre szeretnénk folytatni. Nagyon ütemben ezek a buszállomások az kitérőket is ki kell építeni azért, mert csak úgy tudunk ki az négy buszállomást, hogy az autóbusz biztonságosan félre tud állni, és nem zavarja a forgalmat. A forgalom is ugye gátlásmentesen van bevonulva, úgyhogy itt lesznek. Már a műemlékvédőkkel felvettük a